méri meg, hogy most ezzel próbálkozzunk. Nézzük meg ezt az utolsó játékot. Az utolsó game tehát nem más, mint a The Floor is Breathing, aminek az a lényege, hogy egy sorozatgyilkos elméjében fogunk járni, és az nem tudom, valamilyen furcsán próbálja majd átadni nekünk a játék, hogy mi is történt valójában. Elméletileg egy hölgyel vagyunk, aki meggyilkolt nem tudom hány embert, és ha minden igaz, akkor azt fogjuk újra átélni, vagy átérezni, vagy nem tudom, hogy mi lesz az egész pontosan. Beteg játék lesz, és a grafikája az olyan, amilyen, azzal ne foglalkozzatok. Én azt olvastam róla, hogy a sztoria egész jó, és ez egy kicsit több, mint egy demo. Ez egy kicsit hosszabb is, mint egy sima demo, úgyhogy ez tökéletes lesz itt a stream végére majd. Polgár Andris, kösz az 54 hónapot, Risk, kösz a 67 hónapot, Tier 3-as. Nagyon köszi. Már csak 2 hónap, bizony. Medzoli, neked meg köszi a 38 hónapot. Na, kezdjük el! Tehát a The Floor is Breathing című játékot. Ding-ding! Van benne félelmes kép, félelmes hang és villogó fények. Ez fontos figyelmeztetés. Azt mondja, ha add, úgy igazítsuk be a hangerőt, hogy... Na jó. Eszek akkor nektek fel. Így jó? Így jó lesz? Jó, na. Valahogy így? Ez így jó, nem? Na most... Lélegzik. Lélegzik a padló, nem vertek minket át? Darth Vader van a padló alatt. RTX-on. Maximálisan. Meg én nem tudom, ez mi valami halucinogén is van itt ebben a nőben, úgy érzem. Na nézzük. Kezdjük el. VHS, ez jó, az jó. And so you understand, igen. Értjük, hogy mit találtuk? Mi a fasz? Ezek vagyunk mi? 4 megcsonkított holttest a házán belül, vagy házában. Tehát annak a csajnak a házában? Ez nagyon beteg ez a nő. Ez nagyon beteg ez a nő, srácok. Azt mondta, hogy szereti a hulláknak a lélegzetét érezni a padlón keresztül. Ez itt valami nagyon nagy baj van. Január 17-e, 2007. Welcome home. 7 óra 36 perc. To-do list. Check for monsters under the bed. Már rosszul kezdődik. Use my hammer to fix the window. Watch the TV. Go to sleep. Jesus. Aha. Most felmegyünk az emeletre. Azt mondta, nézzük meg, az ágy alatt van-e szörny, nem? Az az első feladat. Van ágy alatt szörny? Mi? Nincs az ágy alatt szörny. Kalapács. Melyik ablakot kell megjavítani? Hű... Igen, ezek a festmények, ezek nagyon jók. Ude ronda. Ez az üveg lenne az? Oké.
Oké. Ezek a hullák lennének? Nagyon úgy néz ki. Most menjünk, feküdjünk le aludni? Ezek tudja, hogy a hullák, akiket megöltünk. Fú, de creepy, baszki. Jó? Menjünk aludni. Mi a szar ez? Nem. Mondom én, hogy ez egy elbaszott játék. Nem azt mondta, hogy ez egy szép grafikájú valami. És az... Na most, az ágyunk alatt egész biztos, hogy van valami. Szép álmokat, gyerekek. És ott egy hulla az ágyunk alatt. Hú, azt a kurva. Nem lehet legugolni ebbe a játékba. Ott a... Nem látom, hogy ott a feje. De jó. Lefeküdtünk. Most megint a rendőrség kihallgatás van. Aha, igen. Mi? De ez igen nincs szeme, vagy mi? Akkor most az elsőnek a sztoriát fogjuk megnézni. Értem, nagyon érdekes. Január 18. Aha. Mondom, az az egész játéknak a premisze, hogy a sorozatgyilkos elméjében vagyunk. Ugyanazt kell csinálni. Oké. Okay. Jó. Most meg kell nézni, hogy van-e szörny az ágyunk alatt. Tehát a csaj valószínűleg ilyen kislány maradt szellemileg. Azért ilyen fura minden. Szörny. Az mi? Az ott két szem. Miért van ott két szem? Most van ott szörny. Kukucs. Bizony kukucs. Ott volt. És akkor most... Jövünk tévézni. Ugye? Igen. Aha, ez most... Ez most szerintem az első áldozat. Baszki, mi a fasz? Te miért röhög így? Micsoda? Aha. Jó, itt a papíron amúgy az van, hogy mi történt az áldozattal, egész pontosan. Húú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 
basszus, ez, srácok, ez nagyon elbaszott game. Go to sleep. Ez nagyon, nagyon elbaszott game. Oké. Okay. Szóval, a... első áldozatot... hagyjuk. Elvesztette a három ujját, meg szét volt az egész feje, basszus, vagy gyakorlatilag az volt leírva a papírra. Hát meg lett elég durván gyilkolva gyakorlatilag ennyi. Akkor most szerintem jön a második, most az fog eltűnni. Ez, megmondom őszintén, ez a játék, ez... igen, igen, az, az van most. Január 19. De milyen egymás után követő napokon ölt meg embereket ez a lány? Mi a fene? Mi a fasz? Nem, nem, egyre jobban nem tetszik nekem ez a ház. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nekem nem tetszik. Megint ott van. Most nincs. Most nincs szörny. Ugyanaz a séma. Látjuk a áldozatot. Micsoda? Menünk-e? Ez nem ennyi. Ez nem lehet ennyi. Nem tetszik nektek a game? Hát van ilyen, srácok. Nem mindegyik game ilyen. Fassa. Ez itt lehet egy plusz. Ó, megcsörönt a telefon. Telefon? Milyen telefon? Oké. Okay. Ez lett kár volt. Mi? Mit mondott? Nem hallottam. Mennyi szemecske? De elbaszottam. Itt van még egy hulla. De elbaszott ez a szem. I know what you have done. Most felvettük a hullát? Összedarabolva? És mi a fasz kell csinálni? Hú, baszki. Wow. Megint ez a fura röhögés. Nekem van egy olyan... érzésem, hogy... van egy olyan érzésem, hogy... azt a
kurva élet. Az ott ki. Ez nem jó. El lett baszva a feladat. Ez nagyon nagy baj. Juha. És sehol nincs. Alszunk. Most az utolsó előtti hulla. Mi van? Ez mi? Nekem az a fura, hogy ugyanott vagyunk az egész játék alatt. Hide. Ez nem mondott komolyan. Hova bújjak el? Jó baszki, me... Hát... You are no longer safe here. És mit csináljak veled? Hide. Én nem tudok elbújni. Ott egy ajtó. Ez az egész. Most elbújtunk, most... Zseniális a grafika, nagyon tetszik. Az ott mi az ott? Az egy nagy szörny? Nem. Csúszda. Nem. Nem tudom mi az. Ja, csúszda. Meg szemek. Szemecskék. Open your eyes. Igen. Mi? Micsoda? Mi? Micsoda, megölte a nő a férjét, meg megölte a nő a gyerekét, és az egészet kiposztolta az internetre, hogy megöli őket. Megvan az egész, felvéve, le van mentve, és a rendőrségnek is megvan. Nem tudsz megmenekülni. De jól értem? Ti is így értitek? Most csak én értem ilyen félre valamit. Élvezd a végtelen szenvedést, te elbaszott köcsög fos. Finish what we started. Ez be, amit elkezdtünk. Felvettem a kalapásot. Tudom, hogy szintott ez a tévét is, de nem a tévét törtött úgy szépen az ember. Oké,
Szóval, jól gondolom, akkor az történt, hogy ez a nő elméletileg, ez 20-a felvétel indítása. A nő megölte a férjét, megölte a gyerekét, ez a csávó odajött... Mi az, hogy nem hallunk? Na, azért mondom. Az a csávó odajött szólni, hogy ő pontosan tudja, hogy mi történt. Megöltük őt is, tehát a harmadik embert is megöltük egy kalapáccsal, szétvertük a fejét, és most jön a negyedik sztori szerintem. Csak most így valamiért most kint vagyunk a szabadban. Eddig nekem így kb. Ez a kép állt össze. Milyen kocsi ez, azt a kurva. Nagyon jó. Ilyen nyugis. Jó ez nekünk? Mármint mi? Nekem azt tetszik, hogy ilyen szép most így a környezet, tehát, hogy nem ez a lehúzó valami. Hopp, várjál. Olvassuk csak el. Gyilkosságét körözik Elizabeth. Ez Angliában történt, igen? Az, hogy mi vagyunk a nyomozók akkor, akik kijöttek hozzá? Most már ez most egy szerepcsere, srácok. Ez szerepcsere történt. Tehát ez egy... mi az már? Milyen engedély? Nem jut eszembe a szó. Házkutatási, köszönöm szépen. Házkutatási engedély. És a kollega ránk írt, hogy olyan nagyon furcsán érzi magát ezzel az egész üggyel kapcsolatban, nagyon vigyázzunk magunkra, de azért ne legyünk annyira durvák a hölgyel, mert csak elvesztette a férjét meg a gyerekét. Hát de basszus, hogyha ő ölte meg őket a kurva életbe. És azt írta, hogy nem kellene oda menj egyedül, de úgyis figyelmen kívül hagyod a kérésemet, vigyázz magadra, kérdezz és tűnj el a picsába. Jó, oké. Meg fogunk halni. Hát ez 99%-a ez így fog történni, én is ezt mondom. Szóval itt lakik a hölgy, vagyis hogy a gyilkos lány. De ebben a házban járkálunk fel alá. Ez nagyon szép ház, gyönyörű. Csingli! De mondjuk nem igaz, mert itt egy üveges ajtó van. Nem? Az rémlik nekem. Ez nem az a ház, nem? Van egy jelenézés, hogy valaki megjelenik mögöttük, az leüt a faszba. Hát ebbe is lehet egy második emelet, most hogyha megnézitek, ott egy padlás van. Mondjuk az egy kicsit nagyobb, nem? Az egy nagyobb ház volt, akkor az nem az. Most betörjük az ajtón? De pedig ez az. Ha ez most valid. Ez vagyunk szerintem mi. Aha, ez a negyedik áldozat. Akkor megölt egy rendőrt is. Ez nagy. Csókolom! Ajaj. Ajaj. Close your eyes. Close your eyes. Nagyon nem ott vagyunk. De mi a fasz? Felveszi? Tényleg?
Mi a szar? Felveszik! Hát erre lehetett számítani, ez tény. Nem futhatsz örökké. Január 20-a. Ez basszus, ez... Oh-oh. Rendőrség! Nem vihetnek el minket élve? Hát akkor mi a fasz csinálsz? Ó, pisztoly! Go to sleep! Ezért néz ki így a feje a csajnak, túlélte? Azért volt olyan ronda feje? Ez mi a fasz? Négy gyilkosság és nem tudtad megölni magad. Igen basszus, azért van ilyen feje a csajnak. De ez egy true story lehet? Ezt nem hiszem el. Ne már! Ez egy igazán elbaszott egy játék volt, ez biztos. Ha. Hát megmondom őszintén, srácok, én ritkán találkozok ennyire elbaszott játékkal. Ez egy elbaszott játék, tehát ez inkább, hogy is mondjam, ez nem volt félelmetes, inkább valahol a gagyi játék és a nagyon lehúzó elbaszott pszichófaszság között volt nekem. Nem tudom, ti hogy éreztétek. Nyomasztó is volt, de nem volt félelmetes. Egyáltalán. Inkább ilyen megrázó game. Igen. Valami hiányzott belőle, de nem tudom megfogalmazni, hogy mi a fene. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Valami kellett volna még belőle, hogy még baszóbb legyen. És nem a grafika, mert a grafika az olyan volt, amilyen, de valami, vagy zenék, vagy hangok, vagy valami a játék loopba, valami kellett volna még. De nem a jumpscare. Nem feltétlenül a jumpscare. Lehetett volna úgy is jó, hogy nincs benne jumpscare. A játék hiányzott belőle amúgy. Nagyon jó felvetés. Á, Istenem. Nagyon szuper. Nagyon szuper. Na, srácok! Hát... most mit mondjak? A félelem hiányzó belőle, lehet, hogy nektek van igazatok, a fene se tudja.